20 percet beszélnék, mint egy három részre osztva a kis előadásomat. Az első részben bemutatnám azt a nemzetközi képet, amelyik behullámzik Magyarországra, és a második képben a NER, illetve a jelenlegi politikai vonalvezetésre koncentrálnék, és a harmadik részben pedig arra, hogy szerintem a kutyapártnak mit kellene tennie. Tehát mindannyian érezzük azt, hogy megborult az életünk, súlyos válságban van a világunk és a földünk. Két dolgot szeretnénk mindjárt az elején tisztázni, mert úgy érzem, hogy sem a magyar közvéleményben, sem pedig a szakmai közvéleményben nincs ez rendesen letisztázva. Az első kérdés, hogy mit láttunk a keleti szomszédunknál, első pillantásra, és minden nap ezt súlykolják belénk, tulajdonképpen egy orosz-ukrán háborút látunk. Itt mindjárt szeretném leszögezni, hogy valóban azt látjuk, de igazából egy európai háborút látunk. Kitört egy európai háború. Az európai biztonsági struktúra már 2016-ban megrendült a Brexittel, amikor egyetlen ország távozásával az EU katonai kiadásainak 25%-a távozott az EU-ból. És a NATO katonai kiadásainak 85%-a távozott az EU-ból, távozott Európából. Erre jött rá az, hogy tulajdonképpen egy nagyhatalom gépesített hadosztályokkal lerohant egy európai államot. Megrendült az a fajta 30 éves narratíva, hogy már a hidegháború után kialakult narratíva, hogy itt tulajdonképpen ilyenről szó se lehet. Tehát 15 éve például Hollandia eladta az összes Leopard tankját. Itt már Európában nem lesz szárazföldi háború. Ez teljesen része lett a katonai biztonságpolitikai gondolkodásnak. A másik, ami szintén nincsen benne a magyar gondolkodásban, az az, hogy amit látunk a világban, az egy úgynevezett polikrízis. Ez azt jelenti, hogy több dimenzióban zajlik világunknak a válsága. Az egyik a biztonságpolitikai dimenzió, a másik a pénzügyi dimenzió, és a harmadik az ökológiai / klimatikus dimenzió. Ami miatt ez rendkívül érdekes és fontos, hogy megértsük, az az, hogy ez a három dimenzió ez egymásra hat, és egymást erősíti. Itt szeretném előhozni Dél-Ázsia kérdését. Itt a Sri Lankán, Dél-Pakisztán, Dél-Irak, Dél-Irántól Libanonig terjedő sáv, ahol az utóbbi pár évben nagyon súlyos pénzügyi válságokat látunk, államcsődig, bankrohamig. Látjuk a talajvizek rohamos kiszáradását és zuhanását, és látjuk azt, hogy törékeny államok képtelenek kezelni ezeket a válságokat. És ez a három az egymásra hat. A törékeny állam egyrészt okozója a válságnak, másrészt a következménye is annak, hogy már nem tudja ivóvízzel ellátni ezekben a térségekben az embereket, illetve a pénzügyi válság miatt berobban a társadalmi válság. Na most térjünk rá a fő csapás irányra. A Táncázi Kája 2008. 2008-ban megrendül a világ pénzügyi rendszere, és ahelyett, hogy bejelentették volna a csődöt, a nyugati világ bejelentette volna a csődöt, azon belül elsősorban az Egyesült Államok, gyakorlatilag padlógázt nyomtak a hatalommal kollaboráns jegybankok a pénznyomtatásnak. És itt mindjárt utalnék az előző gondolatra, mivel korlátlan mandátuma van a jegybankoknak a pénznyomtatásra, ez rögtön ütközik, és a mai nap már látjuk, ütközik a Föld fizikai korlátaival. A Föld erőforrásai és az ökológiai rendszere korlátos. Eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag az úgynevezett életfenntartó rendszerek kerültek veszélybe a világba, mivel olyan szintű túlfogyasztás és túlnépesedés van. Tehát 2008-ban kitör egy óriási válság, nincs időnk arra,
hogy elmondjam, hogy jutottunk el 2008-ig. Tehát a jobb érthetőség kedvéért 2008-tól indulunk, és megindul a padlógáz, Nyugat-Európa és az Egyesült Államok államadósságát az elmúlt 15 évben kétszeresére növelték, Kína fölnyomta háromszorosára. Újra itt vagyunk egy pénzügyi válságban, amit úgy hívnak, hogy stagflációs adósságválság. Oda csúszunk be. Magyarország már tankönyvi példa. Ugye tudjuk, hogy jobban teljesít. Tehát a NER Magyarország jobban teljesít, ezt tudjuk. De ettől függetlenül stagflációs adósságválságba csúszik be az ország, és egyébként az egész nyugati világ is. Amikor 2008-ban kitör a válság, a pénzügyi válság, az olyan súlyos volt, hogy megrendítette az egész 1946-ban fölállt nyugati gazdaságpolitikai szuperstruktúrát. Megrendült és súlyos hasadások keletkeztek abban a szuperstruktúrában, amely egyfajta globalizációs szerkezetet biztosított a világunkban, és előtörtek ezeken a hasadékokon, előtörtek azok a történelmi démonok, amelyeket látunk Magyarországon, látunk Oroszországban, és látunk Törökországban. Tehát, amint kitört a válság, azután szinte közvetlenül azok az országok, amelyek a múlt évszázadban súlyos geopolitikai traumát szenvedtek el, Oroszország, Törökország, Magyarország, azonnal megindulnak a revizionista démonok. Ez Magyarországon ugye nem illik bevallani. Oroszország, Törökország esetében már a katonaság mozog. Ugye Oroszország esetében nem is kell mondani. Kicsit térjünk Magyarországra, nem elveszve a vonalvezetést. Tehát 2008-ban pénzügyi válság, 2008 őszén, tehát 15 éve, szinte pontosan, szeptemberben volt, 2009 tavaszán Orbán Viktor tájékoztatja a frakciót, hogy 2010-től egy olyan hatalmi struktúra jön létre Magyarországon, ahol lesz egy állampárt, és lesznek kollaboráns, aláásott, úgynevezett ellenzéki pártok. 2009 nyarán mindezt megerősíti, megismétli a Köcsei találkozón. 2010-ben hatalomra kerül, újabb nagy mérföldkő jön 2014 tavaszán, amikor közli zárt ajtók mögött Németh Zsolt és Bába Iván külügyi alvezéreivel, holott államtitkárok voltak többször a külügyminisztériumban, hogy nem tértek vissza a külügybe a 14-es választás után, mert, most idézet jön, mert az országot az eurázsiai tengelyre állítom át. Idézet bezárva. Ezt nagyon fontos megérteni, ugyanis az orosz információs hadjárattal a Rogán banda az próbálja elsimítani ezt a történetet, próbál ködösíteni. Tehát Orbán Viktor miniszterelnök az eurázsiai tengelyre állítja át az országot 2014 tavaszán. A választások után, a 2014 nyarán Navracsics és Szijjártó teljes tisztogatást hajt végre a Magyar Külügyminisztériumban. Minden nyugatost, hangsúlyozom, minden nyugatost kinyírtak. Volt olyan nagykövet, hogy SMS-ben mondtak föl neki, és távolították el a minisztériumból. Tehát egy nagyon, nagyon komoly nyugati védvonalat fölszámolt a NER. Miért? Hogy ne legyen szűrés, ne legyen kiszivárogtatás a sajtónak, hogy mi folyik itt, mi folyik ebben az országban, milyen szintű nyugodtan mondjuk ki árulása történik a nyugati kurzusnak ebben az országban, és hogy nehogy azt higgyék, hogy én most túlspillázom a dolgokat. Itt ülünk most, augusztus 20-án, Szent István ünnepén, aki nyugatra vitt bennünket, és itt száguldoznak a török zsarnokok, a türk zsarnokok, Közép-Ázsia zsarnoka, itt egyetlen nyugati nem jött el.
egyetlen nyugati vezető nem jött el az atlétikai VB-re. Itt vannak mind a despoták. Itt ölelik őket, csókolgatják őket. És ahogy itt az egyik jó barátommal beszélgettem, ennek az ország számára semmifajta pénzügyi haszna nincs. Az ország szépen sodródik az államcsőd felé, a nyugat bemutatott, és a közép-ázsiai zsarnokok pedig járnak ide már, mint türk test, kipcsak türk testvérekhez. Tehát ott tartottunk 14 nyarán, bejön Bobrovnicki honvédelmi miniszternek, egyik napra a másikra lefejezi a vezérkart. A mai napig nem tudjuk, hogy milyen motiváció vezette az, amikor azt mondta, hogy korhatáros, tehát hogy ne legyenek túl idős tábornokok, ez egy hullakamu, sehol a világon nincsenek 20 éves tábornokok. A belső információk arról mondják, hogy igen, több NATO-barát tábornok volt. Itt gyakorlatilag, ugye már említettem az ellenzéki pártok kompromittálását, a civil társadalom sose tudott két lábra állni Magyarországon a rendszerváltás után, és a sajtót teljesen ledarálták, és a Rogán csapat nyomja az orosz információs hadviselést, és itt maradjunk meg egy szóra. Az oroszok nem jöttek be, és nem jönnek be tankokkal. Ez már az új típusú hadviselés. Ez már az agyakért folyik. Ez már a percepcióért folyik. Ez már azért folyik, hogy hogy nézek a világra, hogy döntök politikailag, társadalmilag, emigrálok-e a jobban teljesítő Magyarországról, vagy nem emigrálok. Tehát az agyakért folyik a harc. A Facebook szerzői oldalamon két hete kiszivárogtattam biztos forrásból, hogy az orosz nagykövetség második embere heti szinten egyeztet a Kesma Media Holding vezetőivel, tehát megvan a kardántengely. Az orosz mély állam kardántengelye, amivel a Kesmát kontrollálja. Ugye nagyon fontos itt most kiemelni, hogy éppen úgy, mint Törökországban, Erdoğan, Orbán már nem törődik a városi, nagyvárosi értelmiséggel. Kikuplungolta őket. Mit csinál? Mind rákoncentrál teljes média és politikai figyelemmel a kis településekre. A átlagosan aluliskolázottabb, idősebb, templomba járó, illetve mecsetbe járó idős asszonyokra, információs szegénységben élő néptömegekre, akik jóval többen vannak, mint mi itt. Jóval többen vannak. És itt van egyik kult szó, a túlszejtés. A magyar miniszterelnök első lépcsőben ledarálta saját pártját. A Fidesz már nem működik pártként, már nem párt. Az MSZNP-ben nagyobb volt a pártdemokrácia, mint a túlszulejtett és ledarált Fideszben. Ez már egy Orbán ZRT. Akár fehér galéros felvilági szervezet, akárminek nevezük, ez már egy Orbán ZRT. Tehát túlszulejti a pártját, ezáltal túlszulejti ezen keresztül magát az országot. És az orosz megbízói kérésére és utasítására megpróbálta túlszulejteni Európát. Ugye kölcsönt adott a francia EU ellenes jelöltnek. Ott smúzolt Meloninak Olaszországba, szerencsére Meloni lelépett mellőle. Alig várja már, hogy Szlovákiába is egy hónap múlva Fico megalakítsa Moszkovita pártját. Alig várja már. És ugye a nagyhal, az igazi nagyhal, hogyha Trump megrendíti a demokrata pártot jövő ősszel, az lenne az igazi nagy áttörés. Trump szétrúgna a NATO-t, nyíltan, amikor első elnök volt, nyíltan EU ellenes volt, tehát nyíltan támogatta a Brexitet,
magát a NATO-t abszolútnak nevezte, tehát feleslegesnek nevezte, tehát egy teljesen olyan területre tévednénk, amit nem ismerünk. Orbán Viktor, nagyon fontos hangsúlyozni, nem csak ellenünk dolgozik, illegitim dolgozik, ugyanis mi megszavaztuk azt, hogy mi a nyugati közösséghez akarunk tartozni, az EU-hoz és a NATO-hoz. Ez a legitimitás. Ő illegitim módon gerilláskodik ebbe az országba, és ami nagyon fontos, és szintén nincs benne a köztudatban. Ő a Balkánon már többször a tevékenységében rámutatott a magyar érdekek ellenében, és az orosz érdekekért dolgozik. Ez történt Macedóniában. Itt van velünk egyik fél honfitársunk, Grüvszki, jogerősen elítélt macedón miniszterelnök, akit a fehér orosz és a szerb titkosszolgálattal közös műveletben mentettek ki Macedóniából, és adtak neki letelepedési jogot. Ez orosz nemzeti érdek volt, ez szembe ment a magyar nemzeti érdekkel. Dettó, ami zajlik a magyar úgynevezett diplomácia által, mármint Szijjártó által, az úgynevezett boszniai szerb köztársaságban. Tehát Milorad Dodik rajta van az amerikai szankciós listán. Önök, ti, én, magyar közpénzből, az Exim Bankon keresztül több száz millió forintot adtunk a boszniai szerb köztársaságnak vállalkozásfejlesztésre. Kérem, senki ne kérdezze meg, hogy hány százalék volt a visszaosztás. De a lényeg az, hogy nem Boszniának adtuk, nem, hanem annak a Dodiknak, aki amerikai szankciós listán van, aki évente egyszer a cár elé járulhat, és aki, ezt nagyon kevesen tudják, aki éppen úgy, mint Észak-Korea, Szíria és Belarus, Dodik elismeri a agresszívan utóbbi hónapokban elfoglalt ukrán területek Oroszországhoz tartozását. Ilyen emberekkel fekszik a NER egy ágyba. Mit kellene a kutyapártnak csinálnia? Először is abba hagyni a szövetségési árulást. Erről már mindenki tud. 2017 nyarán már megírta Lili Bayer a Politikóba, hogy a NATO-ban lekeverték a igazán érzékeny információk átadását a magyar kollaboráns kormánynak. A másik az, hogy szalonképessége kell tenni újra ezt az országot. Ahogy Exupéry mondja, ami igazán fontos, a szem számára láthatatlan. Nem tudjuk, egyszerűen nem érzékeljük, hogy milyen súlyú károkozást szenvedtünk el az utóbbi 13 évben Magyarország reputációjába. Szégyen már megmondani, hogy honnan jöttünk nyugaton, amikor kimegyünk. Tehát olyan reputációs veszteségeket szenvedtünk el, hogy mindenfajta túlzás nélkül kijelenthető, hogy mind az 1956-os, mind az 1989-es reputációs tőkénk, amit fölépítettünk, az mind ment a kukába, mind ment a lefolyóba. És ez csak mind növeli Türkmenisztán, meg egyéb ilyen zsarnokok látogatása Szent István napján. Olyan szintre jutott a magyar rezsim, és sajnos túlszulejtett Magyarország megítélése nyugaton, hogy az Európai Bizottságban már évek óta nem hajtanak végre, nem léptetnek elő magyart vezető pozícióba az Európai Bizottságba. Nincsen egyetlen főigazgató helyettese, nincsen egyetlen főigazgatója Magyarországnak. Csak összehasonlításképpen Bulgáriának 3 főigazgató helyettesi pozíciója van. De senki nem kockáztatja meg már nyugaton, hogy egy kollaboráns csapat emberét oda vigyék. Mikor járt utoljára magyar miniszter Berlinben? Mikor járt utoljára magyar miniszter Washingtonban? Nem. Tehát vissza kell állítani a magyar reputációt, vissza kell állítani a magyar szalonképességet. A helyzet sajnos hasonlít a 20. század elejéhez,
ugyanazok a dilemmák tépik a modernista, nyugatos értelmiséget, mint ami kétségbeesésbe vitte Ady Endrét. Ady Endre pontosan érzékelte, ő tatároknak hívta azokat a szélsőséges elemeket, akik aztán ugye gyönyörűen szerepeltek mindkét világháborúban. Most újra ezek fújják a passzátszelet. Éppen maradtam föl a szerzői oldalamra. Pénteken a pártlap, a Magyar Nemzet nevű pártlap úgy üdvözölte az 1968-as a prágai tavasz leverését, hogy a magyar csapatoknak külön motivációja volt, hiszen üdvözölték a bejövő magyarok őket, és tulajdonképpen ott is maradhattak volna szépen Dél-Szlovákiában, tehát már nemhogy a nyugaton, már a visegrádi négyek között is teljes fekete lábú a csapat, tehát ezt meg kell fordítani, amíg nem késő. Egyáltalán nem lesz egyszerű, a média teljesen ledarálva, az ellenzéki pártok nagy része fizetési listán, illetve fogva, mi van még, nem tudom. Tehát reménykedni, adott esetben reménykedni kell abba, hogy egy hazaárulósat elejtsek, hogy pénzügyileg megrendül a rezsim, és nem tudja a homokádárikuszoknak, sem a táliboknak eladni a történetet. Magyarország jobban teljesít, a nyugatot csak a buzik vezetik, mindenhol buzik vannak, néhol pedofilok is vannak, de tulajdonképpen a nyugat teljesen elesett. Ezt meg kell fordítani, amíg nem késő. Köszönöm szépen, én ennyit akartam zaklatásként elmondani, és akinek van kérdése, szívesen állok rendelkezésre. Az Exim honnan osztja a pénzt? A fél lábbal csődbe levő országban az Eximnek honnan van ide-oda? Igen, itt ugye a nép hangja is megszólalt. Abszolút külügyminisztériumi vezetés alatt van. Ugyanerre visszakérdezhetem, és honnan épült a 250 milliárdos kézilabda, illetve atlétikai stadion, amikor nem fizetik ki rendesen a magyar pedagógusokat, amikor a sorosista WC papírokat kell magának az embernek bevinni a magyar kórházakba. Ez nagyon súlyos, nagyon súlyos. Oktatási, egészségügyi rendszer málik szét molekuláira, tanárok százai mennek el, hagyják el a pályát 10-20-30 év után, és akkor építeni a sorra a több száz milliárdos stadionokat. De ez csak egy példa persze. Az Exim Banknál igen, tehát külügyminisztérium felügyeli, és szinte biztos, hogy a parancs, az ukáz, az Moszkvából jött. Köszönöm szépen. Gyors kérdés, hát nem gyors válasz lesz. Miért? Tehát, hogy van egy keletre történő váltás, viszont a nyugati pénzzel meg így elzárodtak. Annyira anyagilag nem látom, hogy ez miért éri meg. Hát oké, hogy több a szabadsága a jelenlegi kurzusnak így, viszont anyagilag meg rosszabbul jár, ami megint szűkíti a mozgásterét. Tehát, hogy a miértet nem értem. Köszönöm. Nagyon jó kérdés, nagyon jó kérdés. És itt jön elő az a túlszejtés kérdése. Az ő családja már a magyar nemzeti érdekek ellen dolgozik. Ön ellen, ellenem, önök ellen. Mert nem kapjuk meg az évi GDP 4,5%-át átutalva, az ország megy be a víz alá, de ugyanakkor azt is tudja, hogyha megalakulna, visszatérne a jogállam Magyarországra, akkor egyszer csak megkérdeznék a Turai kastély kérdését, megkérdeznék 60 pusztát, megkérdeznék azt a mintegy 1000 milliárdot, amelyet csak a szent család, csak az ő családja vitt el, és akkor még nincs szó a többi strómanról, a többi oligarcháról. És a struktúra szinte biztos bedőlne, mert ahogy látjuk már ilyen kisebb hatháziféle ügyeknél, bedől a rendszer, amikor a pentítók, a bűnbánó mafiózók elkezdenek köpni. Az ügyészek néha-néha megmozdulnak, évente egyszer, és azt mondják a harmadosztályú nerbűnözőnek, te figyelj, hogyha földobod a másodosztályot, akkor te elsétálhatsz. Azonnal köp. Két hét alatt összeomlana az egész.
és ezért kell neki tartani a túlszólejtett országot. Ezért kell ide hívni a közép-ázsiai köztársaságok embereit, hogy evel is sugallja a jobbátságnak Magyarországon, hogy igen, közép-ázsiában így élnek, igen. Az azerbajdzsáni főnök apja 4-szeres Lenin díjas volt, KGB főnök 20 évig, és az ő fiacskája 25 éve nyomja, és az ő fia fogja átvenni, és aztán Magyarországon is ilyen győztes, dicső struktúrát kell kialakítani. Ugye itt volt most Erdogan. Mit tanulhatunk a török modellből, hogy 80%-os infláció mellett megválasztották? Tehát van, amit tud az Erdogan, amit most lehet, hogy megsúg a Viktornak, de mi mit tanulhatunk ebből, hogy ezt kivédjük? Majd még egy kérdés ezen kívül. Jó, még egy kérdés. Tehát mit tanultunk tőle? Először is az, hogy ne bízunk a forintban. Ez nagyon fontos. Tehát aki bízott a dicső neo-ottomán szultánban és az ő török lirájában, az gigantikus veszteségeket szenvedett el az utóbbi években. És ugyanez van a Matolcsi féle forinttal, és az ő alapítványaival, és a Mészáros Lőrinc 62 méteres jachtjával. Ezek a modellek, ezek a politikai modellek pénzügyi válságokhoz vezetnek. És valóban miért van az, hogy 80%-os infláció mellett győzött Erdogan? Pont emiatt, amit már 10 perc említettem, hogy ő a kis településekre állt rá, a vallásosakra állt rá. Ezért fontos Magyarországon is futtatni a kommunista ügynök püspököket. Lásd a szegedcsanádi püspököt, akinek fenntartott ülése van a felcsúti VIP páholyban. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a kompromittált kommunista mélyállami püspökök is futva legyenek, és a kis települések idős embereinek adják át, hogy nem akarunk semmifajta liberó, buzi, nyugati hatalomváltást. Itt van a magyar érdek, mi megvédünk benneteket, ha jót akartok, akkor maradjatok itt. Nagyon szépen köszönöm!